A kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője vette át azokat a használt, de felújított televíziókat, melyeket a Ne dobd ki alapítványon keresztül egy újrahasznosítással foglalkozó cég ajándékozott idéni már harmadik alkalommal az intézménynek. A felajánlás célja, hogy a kórházban ápolt betegek gyógyulását megkönnyítse. Ezúttal 30 darab kidobásra szánt készülék kerül a kórházi osztályokra. Ebből szedjük össze ezeket a tévéket. Igazából a tévék azok magánszemélyektől történő felajánlásokból, illetve a hulladékból kerülnek vissza nyerésre, tehát olyan berendezések, amelyek még megmenthetőek. Ezeket egy műszerész megcsinálja és teljesen felújítja, és ezek még utána évekig működőképesek és használhatják őket a betegek. A kórházban mindig jól jön a segítség, a hasonló felajánlásoknak pedig mindig különösen örülnek, hiszen a betegeknek nagy szükségük van arra, hogy az itt töltött időben is a körülményekhez képest az otthonihoz hasonlóan érezhessék magukat. Nagyon sok helyre kerülnek még a televíziók, ugye lebontottunk több mint 300 régebbi, 25 évnél régebbi képcsőes televíziót, és nagyon sok üres konzol áll még a kórtermekbe, és folyamatosan ezekre a osztályokra, kórtermekbe pótoljuk a adománytévékből a hiányzó készülékeket. A készülékek a kórház raktárába kerülnek, ezek után jutnak el a különböző osztályokra.